A kezdetet nem tudja senki. Mindig jöhet egy pillanat, amikor a mélyből felszakad egy hang, és nincs út visszamenni, és nincs út tagadni, és nincsen várni. A lehetetlent megpróbálni lehet, mert nincs lehetetlen. Kedves diákok, tanárok, tisztelt vendégeink! Kannás Alajos Nincsen Lehetetlen című versének részletével köszöntöm a megjelent ünneplőket, 1956. október 23. alkalmával megrendezett emlékünnepségünkön. Külön köszöntöm a vendégeinket és iskolánk vezetőségét, Lőrincné dr. Tilka Tajjan asszonyt, az Eszterházy Károly Főiskola általános rektorképzési helyettesét, Sándor József urat, iskolánk igazgatóját, Légrádiné kőházi tíme asszonyt, általános és gyakorlati képzési igazgatóhelyettest, Nagyné Fór és Katalin asszonyt, általános iskolai intézményegységvezetőt, valamint Fábián János urat, a szülői közösség felső tagozati választmányának vezetőjét. Fogadják szeretettel ünnepi műsorunkat, melyet a gyakorló iskola gimnazistái adnak elő, valamint kórusa Kallós Zsolt tanár úr vezetésével. Elsőnek kérek mindenkit, közösen énekeljük el a himnuszt, a himnusz után az ünnepi műsorunk következik, majd a rendezvény a szózattal zárul. Áprilisában véget ért a II. Világháború. Az ország romokban hevert. A magyar nép óriási erővel látott hozzá a haza újjáépítéséhez. Az országot megszálló szovjet csapatok segítségével azonban olyan emberek kerültek a hatalomra, akik rútul becsapták a népet. Függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában zsarnokság nyomorította a népet. Egy bomba robbant a szívemben. Tüntetés lesz, testvér. Tüntetünk. Forró szívvel, és mit se várva, egy eszme indult el velünk. Az idő ősködéből pattant, és telt vele a csillogó este. Ezrek, és ezrek az utcákon. Nem lehet ráismerni Pestre. Az égen száz csillag hunyorgott, lenézett egy-két vörös fényre. Csattant, kiáltott a jelszó. A rabságnak már legyen vége. Egy autó oldalán figyeltem, és alig hittem a szememnek. Rendőr sehol, s házak tövéből asszonyok, lányok integetnek. Ruszkik haza! Dörren az orkán. A diákok 1956. október 23-ára tüntetést szerveztek Budapesten. A tömeg délután a Petőfi szobortól a Margit hídon át a Bem térre vonult.
Itt sok nemzeti színű zászlóból kivágták a sztálinista címert. A parlament előtt már 100 000-es tömeg követelte Nagy Imrét a kormányba. Sztálint ledöntjük! Dübörögtek. Ömlött a nép, torok kiáltott. A jelszavak meg mennydörögtek. Százfejű szörnyek mesévé váltak. A provokátort meg kikacagták. A szobor előtt a nagy téren régi álmuk megtagadták. Kemény csapás volt mindazokra, akikért tapsoltak egykor. Álltak és néztek várakozva. 1000 meg 1000, 100 000 sor. 1956. október 23-án a forradalmárok közel 100 000 ember jelenlétében ledöntötték a szobrot. Drótkötelet hurkoltak rá, majd teherautókkal vontatva megpróbálták lerántani. A teherautók kerekei kipörögtek, a szobor meg sem mozdult. Ezután macskakövekkel rakták meg a teherautókat, és megpróbálták újra földre dönteni a monstrumot. A kötelek egymás után szakadtak el, de a szobor meg sem mozdult. Diadal szállt vég a téren, s mint tűzvész orkán ült a tájra. A magasságban zúgni kezdett heggesztő pisztoly kékes lángja. A motorok zúgtak, erőlködtek. Megingott végre a gyaláza. Ledöntöttük a Sztálin szobrot. Verték, döngették a vázat. Ekkor a közeli gépipari technikumból lángvágókat hoztak, és a szobrot Sztálin csizmája fölött elvágva, a tömeg hatalmas újongása közepette, ledöntötték a diktatúra jelképét. Sztálin testét a Blaha Lujza térig vonszolták, ahol végül teljesen szétverték. Még november első napjaiban is hallatszott a kopácsolás a Rákóczi út mellékutcájából, ahol feszítették, kalapálták a megmaradt részeket. A tribünön csak a két csizma maradt, ezért a budapestiek a teret egy ideig csizmatérnek gúnyolták. A rádióhoz, stúdióba, vesszen Gerű, a gazáruló! A forró éjszakával indult véres útjára 100 golyó. Én is rohantam, és jött Csepel. Katonák, lányok, asszonyok, rendőrök, munkások, ezren, igaz, és bátor magyarok. És sztrájk is indult. Árva népünk kezébe vette végre sorsát. Másnap már vérben fürdött minden, de feltámadott Magyarország. Aranybetűkkel, vérrel írva új, nagy fejezetet nyitottunk országvilág történetében. Szabadságunkat marokra fogtuk. Új eszme ragyog fenn az égen. Dátum született a világon, mely tűzbe hoz ma minden szívet. Szabad október 23. A túlerő láttán a Nagy Imre kormány és a katonai vezetés nem kísérelte meg a fegyveres ellenállást. A szovjet csapatok helyenként fegyveres harc után a magyar néphadsereg valamennyi alakulatát lefegyverezték. Vidéken több helyen komolyabb ellenállás bontakozott ki, amelybe katonai egységek is bekapcsolódtak, többi között Békéscsabán, Dunapentelén, Szegeden. A rádió a kormány felhívását közvetítette magyar és orosz nyelven, amelyben a szovjet hadsereget a vérontás elkerülésére szólította fel. 8 óra 7 perckor a Szabad Kossuth rádió adása megszakadt. Rövid hullámon váltakozva a himnuszt és a szózatot sugározták. Vájon kötti a
Budapesten a fegyveres ellenállást a megnövekedett létszámú felkelő csoportok folytatták. A szovjet csapatok délig elfoglalták a Honvédelmi Minisztériumot, a Belügyminisztériumot és a budapesti rendőrfőkapitányságot. A Kádár kormány táviratot küldött az ENSZ főtitkárának, kérte a magyar kérdés levételét a napirendről. Szoldatik, jugoszláv nagykövet, közölte Nagy Imrével Titóék üzenetét, hogy híveivel együtt ismerje el a Kádár kormányt. Az MSZNP intéző bizottságának 5 tagja ezt egyhangulag elutasította. Eisenhower amerikai elnök tiltakozott a szovjet intervenció ellen. A javaslatot a Szovjetunió megvétózta. Hó lett azóta, bepójálta a város sebeit, s minden, ami gyötrő, hó alatt csajog itt. S tovább, még tovább tornyosodnak szenvedéseink, miket elzakogni szóval költő se tud. A rím csúfjáték ahhoz, a szó undor, a vers hivalkodás. Ma még hó esik itt, s ma holnap mindent elfed a gyász. Csak én tudom, s pár szerencsétlen, itt gázolva e hóban, hogy milyen gyönyörű, nagy remény volt itt lángolóban. A legtisztább, a legragyogóbb, és talán az utolsó, és tűrjük, hogy elevenen elnyeljen minket a koporsó, inkább hullana égföld minden rond ragadtsá, csak ez a szégyen a teremtésre ne történhetne meg. Dérhajakkal ránk már csak a borzalom mered, nem adnék a világért egy döglött egeret. Az áldozatok száma november 4-én a fővárosban 135 volt. A KSH 1957. januári jelentése szerint az október 23-a és január 16-a közötti események embervesztesége országos viszonylatban 2652 halott volt, és 19.226-an sebesültek meg. A forradalom leverését követő megtorlásban az ENSZ bizalmas adatai alapján 453 embert végeztek ki. Az 56-os intézet szerint több mint 340 volt a kivégezettek száma az 1956-os eseményekhez kapcsolódóan. Így hát hazám még! Sok fiat bár érted sírbarogy, lehet, hogy a népek kezén Isten almája vagy, kit fölszelnek a nagy idők, de mégis magot áld. Lehet, hogy most mind elveszünk, de boldog lesz a világ.